próbáljunk minél több olyan dolgot csinálni, ami összerendezi a gondolatainkat. Egy ilyen gondolat összerendező dolog lehet az, hogy könyvet írunk, cikket írunk, vagy egyszerűen csak leírjuk papírra gondolatainkat, például egy naplóba, vagy egyszerűen csak egy papírszeletre, ahol, amit aztán később akár össze is gyűrhetünk, vagy egész egyszerűen beszélgetünk valamiről valakivel, vagy valamiféle Skype beszélgetést folytatunk a neten, és egy távoli ismerősünkkel osztjuk meg a nézeteinket, vagy egész egyszerűen videókat készítünk, és ott mondjuk el, amit gondolunk egy adott témáról, mert ezek az információk aztán szépen sorba a helyre kerülnek, és összeáll a fejünkbe valamiféle kép egy adott dologról. És ez segít rendszerezni a dolgainkat, gondolatainkat, akár tényleg olyan szinten, hogy az e-maileinket, a levelezéseinket, vagy a mindennapi tevékenységet valamilyen mederben tartja, vagy tereli. Tehát minden esetre próbáljunk meg rendezgetni a magunk életében, mert mindenféle lezárt, megoldott, elintézett dolog egyfajta felszabadító érzés lesz, és könnyedébben, lazábban és hatékonyabban tudjuk élni az életünket. Tehát egy adott kapacitás szabadul fel ezáltal, és azt a kapacitást, azt a energiabeli, időbeli kapacitást tudjuk aztán másra fordítani, egy olyan dologra fordítani, ami érdekel minket, vagy a hobbink, vagy pénzt hoz a konyhára, de minden esetre hatékonyságot nyerhetünk ezáltal.